lesz-e harmadik világháború, mi lesz Izraellel, mi fog történni Ukrajnával. István Dániel vagyok, politikai, akármi, semmi. Csak követem a híreket 11 néhány éve. Jó napot kívánok! Hát ezek lesznek a főbb kérdések, de vannak itt még ilyen kérdések is, hogy miért nem vagyok benne a videóban? Hát mert ez nem rólam szól, hanem igazából a politikáról, és igazából arról, hogy mik vannak, mik történnek itt a világban. Tehát kezdjük az elején. Hát arra a kérdésre, hogy lesz-e világháború, arra én nagyon kicsi vagyok, hogy választ adjak, és amúgy sem vagyok Nostradamus, nem tudom megmondani a jövőt. Esetleg lehet információk alapján tájékozódni. Hát vágjunk bele rögtön az elején, tehát most már látjuk, hogy rögtön az elsőnek nem szabad azt mondani, hogy ezeknek van igazuk, vagy azoknak van igazuk, mert nem arról szól a sztori, mint ami a médiában be van állítva. Izrael és a palesztinok közötti összetűzés az igazából nem róluk szól, hanem arról szól, hogy az ott átmenő vezeték, illetve gáz alatt levő energia kitermelés az kit fog igazából illetni. Szóval, ha megnézitek a BRICS, ugyebár a BRICS az, ami létrejött jövőbeli gazdasági szövetség, megnézitek a honlapját, vagy megnézitek azt, hogy ki akar 2024-ben belépni a BRICS-be, akkor azt nagyon jól látjátok, hogy Egyiptom, Irán, meg még nagyon sok ország be akar lépni 2024-ben. Na már most ez az Egyesült Államoknak nem jó, mert a BRICS-en belül az emberek nem dollárban fognak kereskedni. Tehát mi történik? Azok az országok, akik ellen szankciók vannak, ahol az Egyesült Államoknak nem sikerült befolyásolni a belpolitikát, Venezuela, Egyiptom, Irán, stb. Ott az USA azt csinálta, hogyha nem tud beleszólni a politikába, és nem ő tudja irányítani az országot, akkor szankciókat alkalmaz ellene. Ez az elmúlt kb. 50 évben így van. A szankciók meg arról szólnak, hogy nem adhatja el az energiáját, vagy nem kereskedhet, vagy éppensége nem kap elég dollárt, hogy kereskedjen, hiszen a világpiacon mindenki mindent dollárban vett és dollárban adott el. Ezért hívták a dollárt petrodollárnak, mert az olajat csak abban lehetett venni, és hogyha valakinek ez nem tetszett, akkor nem adhatott el dollárt. Ilyet nem adhatott el olajat. Hogyha az USA embargót akart egy ország ellen hirdetni, akkor nem adott el olajat, vagy éppenséggel nem kapott dollárt, hogy tudjon vásárolni. És ez arra is vonatkozott, azért voltak ezek az országok nagyon szegények, mert ugye bár bárki eladott valamit, búzát, vagy akármit, mit tudom én, tök mindegy micsodát, fej nélküli csirkét, teljesen mindegy, azért is mindenki dollárt kért, holott nem kellett volna dollárt kérnie, de mindenki dollárt kért, mert az volt jó az üzemanyag vásárlására. Ezáltal az Egyesült Államok dollárja az mindig magasan volt, és hogyha volt valami belpolitikai probléma az Egyesült Államokban, vagy gazdasági probléma, akkor az USA legyártott egy kis dollárt, aztán még többet eladott a világnak, mindenki gyűjtötte a dollárt, a bankban benn volt, ha kellett, ha nem, mert a jövőben jó az, ha van. Na most a BRICS, amikor kijött, ez a gazdasági új egység, ezek meghatározták azt, hogy nem dollárba fognak kereskedni, ezáltal nagyon sok ország ellen nem lehet majd embargót alkalmazni, és ezek az országok el fogják tudni adni nem csak dollárért, el fogják tudni adni az energiát. Írdatlan mennyiségű gáz, olaj van a világban. Nem az a kérdés, hogy ezek elfogynak-e, mert ugyebár azt mondták, hogy ezek el fognak fogyni. A 60-70-80-as években azt mondták, hogy el fog fogyni az olaj. Soha büdös életben nem fog elfogyni az olaj, hanem az a kérdés, azért háborúzik mindenki, hogy kihagyja el. Nem azért folynak ezek az összecsapások, mert hogy kevés, és oda kell menni, és el kell venni, hanem azért, hogy ki fogja eladni, vagy éppenséggel ott fog átmenni a vezeték. Amelyik országon keresztül menne egy ilyen olaj, vagy földgáz, vagy energia vezeték, és az USA-nak nem tetszik, azokban az országokban mindig egy belpolitikai összetűzés jön létre, ami úgy kezdődik, hogy történik egy terrorcselekmény, vagy éppenséggel egy ott meglevő helyi problémát az Egyesült Államok megpénzel, oda küld embereket, kialakít egy belső káoszt, majd utána megmondja az Egyesült Államok, hogy ott terroristák vannak, vagy éppenséggel belső káosz van, vagy éppenséggel homoszexuálisaknak nincs elég izéjük, hogy hívják joguk, vagy éppenséggel a cigányoknak nincs joguk, vagy éppenséggel a
talibánoknak nincs joguk, vagy az izraelieknek, tök mindegy kinek, az USA mindig talál valami káoszt, amit megerősít, csinál egy belső káoszt, éket ver az emberek közé, és utána oda megy, és rendet rak. Ez történt Jugoszláviában, ez történt mindenhol. Na már most, ugyanezt történt most, ugyebár Izrael és ugyebár a palesztinok között. Eleve Netanyahu, aki ugyebár lett a miniszterelnöke Izraelnek, a 4 választás után, a 5 év alatt, vagy valami ilyesmi volt, ő eleve Joe Biden nem szereti. Tehát az Egyesült Államoknak az volt a lényeg, hogy valahogy megdöntse Netanyahut, hiszen Netanyahu azt mondta, hogy ő igazából inkább nem az USA-s politikával van, hanem inkább a kelet politikájában vesz részt. Na már most ki kellett alakítani egy ilyen belső összetűzést. És akkor most figyeljetek, és az első kérdésre meg is fogjátok tudni ti adni a választ, hogy lesz-e a harmadik világháború, vagy nem lesz. Hogyha a BRICS és ezek az országok, akik a BRICS-be be akarnak lépni, szeretnének egy vezetéket létrehozni, ami ugyebár Egyiptomból, vagy az egyiptomi régióból elindul, esetleg elmegy az Európai Unióba, vagy pedig elmegy Indiába, India azt tudjuk, hogy nagyon-nagyon nagy földrész, és onnan elmegy esetleg Kínába, Iránból, mert ők is be akarnak lépni a BRICS-be, és Kínának elképesztő olcsó munkaereje van, hiányzik ugyebár az ott az olcsó energia, Indiának megint hiányzik az olcsó energia, elképesztő mennyiségű emberi ott, íratlan nagy munka erő van. Hogyha ez a két ország, India és Kína, ami igencsak nagy, és Oroszország ugyebár ezek így hárman így együtt vannak, mert ezek azt mondják, hogy figyelj ide, nekem van energiám, neked kell energia, mi eladjuk az Európai Uniónak, ők eladják neked, mindenki boldog, mindenki tapsol, minden jó. Tehát ha ezek az országok azt mondják, hogy miért ne jöhetne hozzám energia, hiszen szükségem van rá a megélhetésemhez, és itt az Egyesült Államok meg azt mondja, hogy figyelj ide, én nem szeretném, hogy vigyék az energiát, én ezeket az országokat, akik keresztül akarok menni a vezetékek, ezeket megborítom, vagy esetleg olyan helyzetbe hozom, hogy a vezetékek ne jöjjenek létre, akkor ugyebár látjuk, hogy nem csak egy palesztin zsidó összecsapásról van szó, hanem igazából rögtön belekerül a háborúba egyből 3 nagyhatalom, plusz az Egyesült Államok 4, akkor is már látjuk azt, hogy erre a kérdésre a megadott válaszod, az a te agyadban nagyon hamar meg fog születni. Szóval egy ilyen helyi kis kirobbantás és a 2024-es BRICS-be való belépés az így függ össze egymással. A következő kérdés, mi lesz Ukrajnával? Hát a Ukrajnával ugyebár látjuk azt, hogy az Egyesült Államok egy kicsit elszámolta magát, az oroszokat harcban nem lehet legyőzni. Az oroszokat szankcióval nem lehet kettévágni. Az oroszokat katonailag nem lehet per pillanat megborítani. Oroszország az ő oldalán és a körülötte levő pár ezer kilométeren belül ő a legerősebb. Az oroszok rögtön az elején az ukrán háborúnak rájöttek arra, hogy ez nem területfoglalási háború lesz számukra, hanem egy kis területet elfoglalnak, és talán a védekezési háborúvá fog állni, mert az ukránok fogják öngyilkosként nekirohanni a falnak, öngyilkosként rohannak majd bele az oroszoknak a csapdájába. Mi történt? Oroszok elfoglalták azt a 4 régiót, és az ukránok mentek oda, hogy vissza akarják fogni, és az ukránok rohantak a halálukba, mindig mentek oda, és haltak meg. Na már most elfogytak az ukránok. Mi történik most? Hát most az Európai Unió, meg a NATO, az próbál gondolkodni azon, hogy az Unióba hogy vegyék fel Ukrajnát. Amivel igazából, megmondom őszintén, hogy annyi csak a probléma, hogy az Európai Unió, hogy felveszik Ukrajnát, szétesik. Most az Európai Uniót azt tartja össze, hogy az országok vezetői, ezek a nagy liberális Egyesült Államok által oda tett vezetők, ezek per pillanat mindenféle úton módon megpróbálják azt, hogy az Európai Unióból a lehető legtöbb pénzt kimossák politikai célra az Egyesült Államoknak, és úgy, hogy azt mondják, hogy ez Ukrajna megmentéséért megy. Ez a pénz, ez soha nem Ukrajna megmentéséért ment, ez azért ment, hogy az oroszokat valamilyen úton módon megpróbálják leütni az energiapiacról, amit most már látjuk, hogy nem megy, nem is fog menni soha az életben.
Na már most, hogyha az Egyesült Államoknak ez a politikai rendszere marad, akkor az Egyesült Államok is csődbe fog menni. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy mi lesz Ukrajnával, akkor láthatjuk azt, hogy Ukrajna külső segítség nélkül nem tud fennmaradni. Ezáltal én szerintem, mondom, ez az én véleményem, Ukrajna szét fog esni, valószínűleg Kárpátalját is esetleg Magyarország visszakapja, lengyelek is visszakapják az ő részüket. Ki fogja újraépíteni Ukrajnát? Hát nem az Egyesült Államok, már csak azért sem, mert olyan szintű csőd van az Egyesült Államokban, hogy az emberek szó szerint, tehát hogyha megnézed, hogy tehát ilyen alapvető dolog, hogy a mexikói határon kinyitjuk a határt, hogy jöjjenek be a mexikóiak, mert Joe Biden adminisztrációja azt mondja, meg lovon kergetjük egyesével a bevándorlókat, Izrael meg a palesztinok között, meg oda küldünk hadihajókat, meg a hadsereget, hogy megvédjük az izraeliket a palesztintól, akkor látjuk, hogy ez politikai befolyásolásra működik. Ez politika, semmi másról nem szól. Ez nem az emberek érdekeiről szól, soha nem is az emberek érdekeiről szólt, ez politikáról szólt. Az Egyesült Államok jelenlegi politika, a jelenlegi rendszer, Joe Biden, alias Obama rendszerének minden megtel annak érdekébe tenni, hogy amennyi pénzt a világ összes pénze nem lesz elég arra, hogy az emberek, hogy az Egyesült Államok legközelebbi választását befolyásolják. Amikor mondtam, hogy Donald Trump nem fog börtönbe menni szerintem, akkor úgy néz ki, hogy megint igazam volt, nem fog Donald Trump börtönbe menni. Most még 4 eljárás van ellene, ez valószínűleg is fog lezárulni a 2024-es választásokig. Na már most, aki benne van itt a politikába, az látja, hogy a 2024-es elnökválasztáson van ez a az illető, egy a V betűs, most hirtelen nem akarom kibondani a nevét, mert annyira keveset szerepelt mostan a médiában, hogy még lehet, hogy rosszul mondanám ki a nevét. Ő azt mondja, amit az emberek akarnak hallani, 1985-ben született különben, egy ilyen szerintem valami indiai leszármazott lehet. Ő nem lenne jó elnök jelölt az Egyesült Államokban, hiába mondják azt itt az emberek, hogy jaj, ő nagyon jól beszél meg minden, a semmiből jött, senki nem ismerte előtte, ugyanúgy, mint Obama, ez egy kitaláció ember. Ő neki megmondták, mit kell mondani, még erőteljesebben, még jobban meg van írva, mit kell mondani, és még jobban tolja azt, hogy Trump nagyon jó, Trump így, Trump úgy, Trump amúgy, hogy az emberek rászavazzanak. Ő egy soros kreálmány, és ez a kétpólusú rendszer, ami az Egyesült Államokban van, a republikánus és a demokrata, ugyanolyan háborúpárti. Tehát itt látjuk, hogy az Egyesült Államok politikájában elképesztő mennyiségű zsidó van. Na már most ezek, ugyebár mondják, hogy fú, meg kell védeni Izraelt, meg hogy még fegyvert kell küldeni. Még. Igazából a Deep State, a jelenlegi Egyesült Államok jelenlegi rendszere, az majdnem mindenkit már zsebre rakott. Tehát a Mike Pence-től kezdve, ettől az embertől keresztül, aki most a republikánus oldalon akar menni elnökjelölti pozícióért, vagy a Kennedy család által odatett emberen keresztül, ez mind-mind lefizetett politikus, ez mind-mind a Deep State érdekeit képviseli, és mind-mind Donald Trump ellen fogják bevetni. Igen, jó hallottad, Kennedy is. Kennedy is egy háborúpárti, és ő is azt mondja, hogy még több fegyver kell, még több országot kell rúgni. Persze, mert ezek az emberek tudják, hogy az Egyesült Államok csak és kizárólag úgy tud életben maradni ezekkel az emberekkel, akik most élnek az Egyesült Államokban, mert ugyebár itt generációknak kell felnőni, hogy megváltozzon a gondolkodás, csak úgy tud az Egyesült Államok életben maradni, hogyha az Egyesült Államok háborút fog indítani. Nem fog tudni másféleképpen az Egyesült Államok életben maradni, csak és kizárólag úgy, hogyha háborút indít, vagy egyetlen egy lehetőség van, hogyha feladja az egypólusú világrendszer nézetét, és megváltozik a jelenlegi politikai rendszer, és Donald Trump esetleg, és Tucker Carlson az, aki be fog lépni. Nem azt mondom, hogy ők nem fognak háborúzni, de sokkal-sokkal kevesebb háború lesz, sokkal jobban fog menni minden, és sokkal jobb lesz az embereknek. Az Egyesült Államok jelenlegi rendszerét nem lehet megváltoztatni egyik napra a másikra, mert az emberek, akik itt felnőttek, több generáción keresztül teljesen máshogy gondolkodnak. Na már most ezt így megváltoztatni nem lehet. Ezek olyan létbe születtek bele, és nem is tudnak másféleképpen gondolkodni, hogy itt ezt az országot nem lehet újjáépíteni, nem lehet befolyásolni,
csak úgy, hogyha egy teljesen új generációt nevelünk ki. Ki kell termelni az Egyesült Államok energiáját, és fel kell használni az Egyesült Államokon belül. Nem pedig más országtól kell elvenni az energiát, és nem pedig más országnak az értékeit kell elvenni, és más országnak az értékeit kell magunkévá tenni. Szóval, hogy folyik ez össze az ukrán háború? Hát úgy folyik össze az ukrán háborúval, hogy az Egyesült Államok az Európai Unión és a NATO-n keresztül megpróbálta valamilyen úton módon behálózni Oroszországot, hogy Oroszország legyen esetleg, a csatlósa az USA-nak, és térdre kényszerülne, de hát ez úgyben nem jött össze. Mik a következő lépések? Hát Ukrajnát az Egyesült Államok el fogja engedni. Tehát most már bármit csinál Zelenszky. Én annak idején egy pár héttel ezelőtt megmondtam, hogy Zelenszkynek szerintem hónapjai vannak hátra, vagy meg fog murdálni teljesen véletlenül, vagy el fog tűnni, vagy leváltják, vagy börtönbe teszik, ezt még nem tudjuk. De az biztos, hogy a Zelenszkynek itt azért nem nagyon nagy befolyásolása van most már a világra. Most mondja, hogy még egy nagyon nagy, egy írdatlan nagy ellentámadást fognak csinálni, elengedte USA a kezét Zelenszkynek, és innentől kezdve az ukrán háborúnak zárójelben mondom, hogy vége lesz, mert ez a háború én szerintem addig tart, amíg Putyin akarja. Ukránok elfogytak. Izraellel és Palesztinával mi lesz? Én szerintem Izrael éveken belül meg fog szűnni. Mert ő az egyetlen olyan országot azon a részen, ami más vallású, eleve nem is szeretik ott, a többi ország nem is szereti őt. Meg hát Izrael egy USA-nak egy ilyen csatlós, egy ilyen kreált, odatett, hogy mondjam neked, gazdasága, és nézd meg, az izraelieknek nem tudom hány százaléka az kettős állampolgár igazából. Na most a másik fele pedig az, hogy ha megnézitek azt a filmet, ezt a Jewism című filmet, nagyon sok izraeli, nagyon sok zsidó az nem is akarja ezt a vallást gyakorolni, mert ez a 21. században már nem jó. Már elavult, már nem működik. Értitek? Na most én szerintem Izrael úgy, ahogy van, el fog tűnni a földszínéről. Már elnézést, hogy ezt mondom. Esetleg talán egy másik régióban fognak találni valami helyet, vagy esetleg biztosítanak neki egy másik országot, de ott ebben a formában megélni nem fog tudni. Miért nem fog nagy dolgokat elérni az izraeli hadsereg? Hát azért, mert egy, nem tudják, hogy ki ellen harcolnak, kettő, nem tudják, hogy mennyien van, aki ellen harcolnak, három, nem tudják, milyen felszerelésük van, négy, hogy tudják azt, hogy ki az, aki megölt izraeli embert vagy sem. Öt, ez egy kreálmány, ezek ghostokkal harcolnak. Tehát nem tudják, kivel harcol. Ez arrért, azért bent az egész, hogy ráfogják, hogy Irán az, aki itt pénzelte ezt az egészet, és Irán ellen mennek, mert Irán 2024-ben be akar lépni a BRICS-be. Ha Irán 2024-ben belép a BRICS-be, akkor onnantól kezdve India és Kína el van látva energiával. Na már most ez az Egyesült Államoknak az érdekeit elképesztő módon fogja ugyebár irritálni a jelenlegi vezetést, és ez a polip rendszer elkezd elbukni. Jó, szóval akkor látjuk, hogy mi van most már Palesztinával, Izraellel, nagyjából látjuk, hogy mi van Ukrajnával. Mi fog történni az Európai Unióval, és mi fog történni a NATO-val? Hát a NATO, ugyebár az egy védelmi szövetség, a NATO az igazából támadni nem annyira tud. A NATO-t az be lehet venni egy-két helyen, és be is fogják, én szerintem titokban. Tehát, mint Black Operation, az Egyesült Államok ugyebár Black Operation meg kitalálta, ugyebár nagyon sok mindent csinál, nagyon sok dolgot kreál az Egyesült Államok Black Operation, mert például Black Lives Matter. A Black Lives Matter az tulajdonképpen egy évvel azelőtt kezdődött, ahol az USA-s választások voltak. Most láthatjuk a palesztin meg az izraeli felvonulások itt az Egyesült Államokon belül, itt is egy évvel ezelőtt a választások előtt vannak. Lehet káosz csinálni, lehet óriási hírértéke van, nem beszélnek az emberek másról, csak arról jönnek a választások, össze lehet kutyolni. Mondtam, hogy a feketéket minden választáson összeugrasztják. Most már a feketék is Donald Trump mellett állnak, elég nehéz őket is összeugrasztani. Az embereknek kinyílt a szemük, az emberek most már látják azt, hogy miről szól ez az egész. Tehát mindenki látja azt az egész az Egyesült Államban, hogy itt azért gondok vannak, ugyebár itt azért Joe Biden is környékén. Korrupciós ügyek, etc. etc. Na szóval, az Egyesült Államok Black Operation csinál, ugyebár
nagyon sok helyen, ez nem egy új keletű dolog, a Black Lives Matter-től kezdve minden ez volt, káoszt csináljanak. Csak és kizárólag így tud a liberális, globalista rendszer életben maradni, mert nem tudnak hasznos dolgot kreálni. Nincsen hasznos dolgok, viszont azért, hogy a felszínen maradjanak és hatalmon maradjanak, mindent meg kell tenni, amit csak lehet. Elképesztő mennyiségű pénz kell ahhoz, politikailag, hogy ők életben tudjanak maradni. De ez a pénz, amit ők most már meg kell, hogy mozgassanak annak érdekében, hogy életben maradjanak, ennyi idézőjelben nincs a világon. Nincsen. Tehát mindent megpróbálnak kimosni, mindent megpróbálnak megmagyarázni. A január 6-ai Capitol épületében való behatolás is én szerintem kamu volt. Az is egy előre megjátszott Black Operation volt. És egyre jobban nyílnak ki az embernek a szemei, és azt mondja, hogy te várjál már, hát akkor ez se volt igaz, meg ez se volt igaz, meg ez se volt igaz. Meg ez is izé volt, ez is Black Operation volt. Szóval hogy fog ez összefüggeni a NATO-val, meg az EU-val? Úgyhogy ugyanazt fogja csinálni az Európai Unióban, káoszt fognak csinálni, azért, hogy utána majd menjenek és majd megoldják. Ugyanezt le fogják másolni, amit az USA-ba csinálnak, és át fogják rakni az Európai Unióra. Méghozzá úgy, hogy valószínű, hogy terrorveszély lesz, terrortámadások lesznek, valószínű, hogy robbangatások lesznek, földrengés lesz, tehát minden olyan dolog, aminek irdatlan elképesztő nagy hírértéke van, hogy ők majd utána elmennek, és rendbe rakják a dolgokat, mert ugyebár ők kreálták, csak ugyebár ezt mi elvileg nem tudhatjuk. Amit én talán írásba is tudnék adni, hogy a NATO-ból bizonyos hadijárműveket, harci járműveket az Európai Unió, a NATO el fog különíteni, és én szerintem el fogják küldeni le Afrikába. Ne legyen igazam, de én erre tippelek. Itt ugyebár látjuk azt, hogy nagyon térdre van kényszerítve az Európai Unió. Nincs pénz, nincs ugyanolyan cél, nincs ugyanolyan döntés. Korrupciós ügyekbe vannak ugyebár a képviselők, amit mondtak, hogy úgy lesz, az nem úgy lett. És ne felejtsük azt el, hogy jönnek a választások. Na, az Európai Uniós választások előtt valami nagyon nagy dolgot kell csinálni. Én arra tippeltem, hogy fog jönni egy elképesztő nagy vírus, de ezt már lehet, hogy nem fogják tudni eladni az embereknek, mert látjuk, hogy egy nap alatt eltűnt a vírus, amikor Putyin jött, és elindította a háborút. Tehát azt már valószínűleg nem fogják tudni eladni az embereknek, de mondom, lehet, hogy eladják. Mi lehet a következő dolog? Hát az lehet a következő dolog, hogy esetleg külföldi bankok, mert ugyebár mindenki mondta, hogy az OTP tönkre fog menni, és atya úristen, és azonnal mindenki vegye ki a pénzét, és ez mind kamu lárma volt, ez mind a globális oldal próbálja a káoszt csinálni. De amelyik országban liberális az irányítás, már pedig ugyebár Franciaországban, Németországban tudjuk, hogy az, ezek az országok mind gazdaságilag, mind kulturailag térde fognak kényszerülni. Tehát azt jelenti, hogy elképesztő nagy káosz lesz ezekben az országokban, és valószínű, hogy visszafordítatlan káosz lesz. Tehát itt a németek észre fogják venni egy-két éven belül azt, hogy ők már egy másodrendű lakosok lesznek ott, mert ugyebár a bevándorlók átveszik az irányítást, elképesztő drága lesz minden, és a franciák is észre fogják azt venni, hogy majd jönnek a bevándorlók, csak éppensége francia útlevelők lesz, mert ugyebár a gyarmatok, amik voltak, azok a gyarmatokon levő emberek ugyebár francia útlevélre rendelkeznek. Na, úgyhogy most már látjuk azt, hogy ami történik az olaj és az energia körül, az mind kreáció. És minket átvernek a tévében. Tehát ez nem egy új keletű dolog. Én azért azt mondom, hogy a legfontosabb az, amit kellene csinálni, és ezt mindenki jó vissza az agyába, hogy itt van ez a nemzeti konzultáció, rá kéne hatni a Fideszre, vagy az Orbánékra, vagy éppen aki Magyarországot vezeti, hogy ebbe tegyék bele azt a kérdést is, hogy ne lépjünk be a World Health Organization-nek az új tervébe, ne írjunk alá a World Health Organization szerződést, ez egyik. A másik pedig ne legyen eltörülve Magyarországon a készpénz. Ez a két legfontosabb dolog. Esetleg egy harmadikat is beletennék még, hogy ne lehessen lezárni vírus miatt az országot. Tehát az emberek menjenek dolgozni, csak maszkban.
Ez nagyon-nagyon fontos lenne, hogy ezt a nemzeti konzultációba betegyék. Nem tudom, hányan nézik meg ezt a videót, de ha megnézik egy pár ezeren, akkor beszéljetek róla, meg osszátok meg ezt a videót, mert szerintem nagyon fontos lenne az, hogy az emberek tisztán lássanak. Köszönöm, viszont hallásra!